Na, szavaztok srácok, itt Liz a Born, ez pedig a The Walking Dead. Annyian írtátok már, hogy folytassam, hogy az lesz a vége, felvasztok, azt egybe kijátszom. Az lesz a vége. És most mindenki tiszta ideg. Úristen! Na, nézzük folytatásra. Reménykedjük, hogy onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ha jól tudom, Kennyvel találkoztunk, itt tartott a sztori, csak hogy én is egy kicsit belerázódjak, meg ti is. Kennyvel találkoztunk, egy igazából egy ilyen eléggé karácsonyi hangulatú, ilyen kanadai feelinges hegyvidéki nagy baszott nagy fogadóba. Nagyon jó a hangulat, igazából elég otthonos, biztos, hogy nem fog olyan egyszerű lenni a történet, valami csavar lesz. Betörnek a zombik, vagy nem tudom, valamire el kell majd hagyjuk. Valószínűleg ott tartottam, hogy a szakács éppen fűzi a kajáját, dumáltam vele, és most az lesz a feladatom, hogy nézzek körül a házban, hogy ilyen kibaszott jó memóriám lenne. Nem. Kb. 5 perccel ezelőtt néztem meg a csatornámon, hogy hol tartottam. Szóval nem tudtam is. Direkt egy kicsikét, hogy visszarázódjak, csak mondom, ti is egy kicsit rázódjatok vissza, mert pofátlanul rég nem volt már videó. Na mindegy, van ilyen. Itt most újra kell vágjam. Kenny and Sarita have been staying with us for several weeks. Used to be a ski lodge, obviously, so we have plenty of food. And believe it or not, we still get some pop. Na szevasztok, itt is vagyok. Nektek ez sokkal gyorsabb folyamat volt, mint nekem. Mert sajnos van ilyen, elszámoltam magam a mentésekkel, viszont ez segített egy kicsit visszarázódni pontosan. Mint mondtam, az a feladat, hogy szét kell nézni a lakásban. Hát, tegyük meg. Először is azt mondta a szakács, hogy hasonlítok rá. Nézzük. Nem is hasonlítok rá, kurva anyád. Kb. Ilyen gondolata volt most Clementine-nak. Clementine. CD. Nem, ne rakjuk be, mert akkor le leszünk baszló, hogy zajosak vagyunk, úgyhogy ezt inkább hanyagoljuk most. Inkább nem, akkor menjünk vissza, csak rakjuk be. Hát ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni. Ha lebasznak, akkor lebasznak. Ennyi. Piango. Concert, October 13th, 1998. Ne rakd be, mert akkor abból ilyen családi emlékek lesznek. A radio. Listen to radio. Ez most miért kellett? Annyira ezek random dolgokat nem szeretem. CD-re játszott, tegyük be, nézzük milyen zenét csinál az uncsi tesó. Fuck you! Ez mekkora lenne, nem? Jaj, ne játsz magad. De muszáj egy kicsit. Na, itt mi a vacsoraasztal. Erre csak ránézni lehet. Reminds me of school. Az nem jó. Menjünk innen akkor picsába. Nagyon szép ház. Itt. Miért nézel mindig erre Clementine, ha sétálunk? Semmi nincs. Oké. Okay. Nézzük, így mindig így jutott, nem szeretek is sétálni ebben a játékban. Az ott egy faszi, ott a csaj. Majdnem mondtam, hogy össze lehet vele jönni? Jézusom, hát végülis reflex, na. Clementine, végülis hát na, kicsit lelkileg sérült így a vízi alatt, hát miért ne lehetne leszbikus is? Akár. Mióta jöttek a zombik, igen, köszi. Na, én még nem akarok pofázni, előbb még meg akarom nézni, mi van. Ránéz a dekoráció. What a funny little guy. Little guy. Duck. Sehol semmi. De tűzhely. Rakhatok én? Mekkora nagy izé, basz. Nagyon durva. Ez aztán fűthet. Nekünk is van otthon egy ilyen, hát nem negyedekkor, a nyolcadekkor, és az egész ház így, olyan, mint egy pokol, basz. Ez nagyon durva, egy ekkora nagy dög. Jó, mondjuk a ház is nagyobb, mint a miénk. Nem tudok menni. Miért nem tudok, hogy akkor erre nem lehet menni? Tök jó, hogy megírták azt a beszélgetést, szerintem ember nem figyel rá, legalábbis én nem. Nem tudom, így valahogy. Én pedig engem nagyon érdekel a sztori, de így igazából nem. Viszont a hátteret jobban kidolgozhatták volna. Most nem elemezve a játékot. Jó, de muszáj. Nem bírom nem elemezni. Na, nézzük. Clem, we could use some help. Here, Sarah, you take this and string them up over there. You knew Kenny before. It must be incredible to see him again. When I met him, well... He's so different now. But you must be so glad. So, how'd you meet Kenny? I found him holed up in an old restaurant, if you can believe it. Holed up? You should have seen his beard then. Perfect. Ja, én is most Kenny-t now próbálom. We just need the topper. We always had an angel on top of our tree. Na, gondolom, my nekem family kell majd didn't szerezni. Celebrate Christmas.
but I still love the decorations. Keresek egy izét, talál egy csúcstiszta fára. Ki hitte volna? Mondom, fent lesz. Nem tudom felmenni, kicsit Clementine. Jó. Can't be sure. It's been a week, man. We gotta be out of the woods. We can't be sure. They might be tracking us. Tracking? Who do you think they are? Ninjas? Who are they? Okay, looks like you saw some people in the valley. Uh-huh. People? Way down there. How? She's got binoculars, genius. I saw lights. Back into the woods. Akkor jó. We cannot take any chances. We leave at dawn. Nem áll, ez jó tonight, right? Clementine, you talked to that man Walter, right? What did he say? You didn't tell him anything about us, did you? We have to be careful. They could be hiding something. He mentioned someone else. Someone else? Who? His friend. His name is Matthew. Look, I don't care what that man said. We're staying here tonight. Just talk to the rest of them. They trust you. See what you can find out. I'm gonna go find Luke. Bazánk bennem bíznak, és akkor én legyek a spízió. What's wrong? I just need something to drink. You got it. I'll be right back. Na most tuti. Most így két nő. És lebasszák egymást. Vagyis hát ez engem az a nő ugye utál, ez a Rebecca, erre emlékszik. Doboz megvizsgál. Mi van a dobozban? Ott a csillag. Nekem jó anyja, akkor kell. Nehogy az én kis... Hát ha összejövök, na. Csak azért. És így oda dobom. Itt van! Feltenni az karácsonyfa. Jó. Azt hittem, hogy ráhúzza, akkor jó lett volna az effekt. Beautiful. I used to love this time of year. Mi nem tartottátok most akkor nincs, de... Now here, this place is starting to feel like a real home. Ja, hittem, hogy én úgy megmaradnék egy ilyen. Matthew and Walter are amazing people. Honestly, it's dangerous to be this kind. They can't help it. Most nem beszéltem. Wait until you meet Matthew. He's a real character. The first time he met me, he called me Rita. Where is Matthew? Oh, he likes to go on long walks. He and Walter used to vacation here. He should be back soon. Clem, I wanted to ask you. Does Kenny seem different to you? Yeah, I didn't know him before. And, well, I'm curious. He has good days and bad days, like everyone else. He does seem different than I remember. In what way? Nem talált borotvát. Sure. Na most well, you three have been busy? Kenny, isn't it great? Itt színziálom a kapcsolatot. I think I can manage, Ken. I said I got it. Hoppa. Always has to play the gentleman. But I'll tell you, when I met him, he couldn't lift a fly. Why don't you go see if your friends are ready for dinner, Clementine? Elettünk küldve a picsába. Vissza kell menjek, hát ha lebassz az a terhesnél. Lehet vele beszélni? Persze, lehet. Itt mindenkivel lehet beszélgetni. Nem gáz, ugye, hogy mindenkivel beszélgetek. Oké, okay, jó. Én kocsonyban maradok. Hiányzik neki a How am I supposed to raise a child? Megoldom majd én. Mármint nem. How can anyone now? Everything's so fucked up. It's not gonna be easy. Mondom én két gyerek után. I know it's gonna be hard. But at the same time, I already feel a little less lonely. Because I know that you know what happens. I'll get to meet someone new. Élősködő. House story résztem. She's kicking. Wanna listen? Jaj, meg kell. That food smells good, huh? Jó. Ki csak lány vagyok. Próbáljuk beleélni magam. She's gonna be a runner. Hát muszáj lesz neki. Tényleg most néztem a Flash sorozatot, egész jól lesz. Why are you telling me this? I trust you. For some reason. And I can tell you've kept a few secrets. De az meg. Alvin finds out he'll kill me. Yoshi barát. What to do? I can't believe I'm asking a little girl for advice. But I guess nothing's weird anymore. He won't kill you.
There's my man. You all right, baby? I'm fine, you big dope. Just need to get some food in you. Thanks for staying. Nagyon szívesen. Well, everyone. És megint kapom vállamra egy kurva nagy teret. Szopjál le. Jaj, bocsánat, beintette csak így. Sorry about that, remélem nem látszik. Nem nektek szó, nyilván. Bocsi. Rohadt kurva. Ez köcsög. Ezt ilyenkor még a férfi ellátja, meg gondoskodik róla, és közben meg nem az övé. Rohadjon meg az ilyen nő. Yeah, just... Köcsög. I wish I hadn't pulled that trigger. Just try to forget about it. Right here, Clem. Jaj, ne. A fasz kell ezekkel a választások. Persze, nekem kell. Van időm? Istenem, hova üljek, hova üljek. Istenem, miért csinálja velem ezt a játék? Most nem ülök oda, elmondom, hogy miért nem. Ez szimpatikus az a srác, a felnövök is 18 leszek, akkor tudja, hogy barátkozok vele, de Kennyvel már nem barátkozhatok úgy, mert már szakállas. Viszont ő nagyon jó ember. Itt meg a csaj, meg itt a titkok mellett kicsit szorongva érezni magam a valóságban. Éppen ezért megyek ide és leülök Kennyhez. Úgyhogy, bocsi srácok, és az egyikük emlékezni fog erre, úgyhogy muszáj. Kennyt régen láttam, nézzétek el nekem. So Clem, we were just talking. What's the deal with the kid? What's his name? Luke? He in charge? You trust him? Én vagyok a főnök. Kenny, please. Charita, we don't know these folks. They seem nice. Yeah, well, gators seem nice too, till they bite your damn arm off. I don't know yet. I haven't been with them long. Az egy jó wild. Takes a while before you know a man for real. Hát főleg egy ilyen világban. I'm still learning about Kenny. Not the snoring again. It's like sawing logs, redwoods. Akár csak apa. Kis háttérinfo. Remélem nem nézi és leiratkozik a kurványát, fiam. Azt nem mondtad, nagy kurványát, fiam, nem én hagyom. People are after them. Well, you don't have to worry about that no more. They'll go tomorrow and you can stay here. Uh-huh. Absolutely. Honey, you stay with us as long as you want. She's staying for good. I'm tired of running. Of course én pont ezt akartam mondani, hogy élőből is itt maradnék. No, tehát ez biztos. Tehát ez egy jó tudja, hogy itt maradnék élőben is. Leszarom, hogy megsértődtök, nem érdekel. Kennynek jól áll a bajusz. Vagy a szab... Na most idejött. Oké, így már ez így most egyre komplikáltabb. Na most ez mi? Hey there. Hey. Hey there. Hope you like the food. Oh, it's great. Thank you. Peaches and beans. Great for nutrition. Not too great on the way out, though, I tell ya. No, ne legyen már ilyen sznopgeci, röhögje. So, it's Luke and Nick. Luke and Nick. You guys sure do look like a match. What's that supposed to mean? I'm just saying you look like good friends, that's all. So, what was your plan here? Hold out for the winter? Actually, we were thinking of moving on. Somewhere up north. You ever heard of a place called Wellington? Wellington? The hell is that? A place. What kind of place? A good one, Einstein. Yeah. Krista and I were going there. Supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan. Think about it. Fresh water, lots of land, and cold-ass winters so the walkers get slow. Sounds like bullshit. Mess. Listen, Vanilla Ice. I don't know what your deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. That'd be just fine by me. What's the deal with these guys, Clem? Hey, fuck you, buddy. It's fine, Nick. We're not staying. She's staying. What? Excuse me? Please, don't fight. Itt vagyunk egymáson, bazd meg. Alig van pár ember, aki él. Ja, köszönöm. Now look, we've all had a long day. Please eat. Most mindenki... Kezeljen a másik, és kérjen bocsánatot. Pass me that can, duck. Duck? Who's duck? Leave him alone, Luke. Hey, Clementine. Would you, lend me a hand outside? Ez egy kicsit... Nem mondom, hogy ciki, mert hát sajnálni kell szegényt, de jó. Basszus. Hát tényleg kicsit sérült. Kenny, látszik is rajta. Én nem azért hagytam meg a szakállam, mert meghalt a fiam, vagy ilyenek, semmi köze hozzá. Még él. Csak...
Kenny, azért nincs teljesen rendben. You know, I used to be a teacher, and I remember what it's like to be caught in the middle of two cliques. Yeah, I think so. I suspect they'll find common ground soon enough. It may take a little time, but that's just how these things work. Everything will be fine. Listen, relationships are like any machine. You don't throw them out when they break down. I want to stay with you and Kenny. Then stay you shall. I know that'll please Kenny. I missed him. And he missed you, I can assure you. Hát jó, ha én itt maradnék. They say the world is over, but I'll tell you a secret. It's not. People are more political now than they ever were before. In the end, we can't change the world. All we can do is continue to learn from each other, to empathize and use our heads. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Steinbeck, have you read him? Persze. Well, we have plenty of time to catch you up on your reading. My partner Matthew is amassing quite the literature collection. I think you'll like him. In any case, the point is, as long as we have our wits about us, we can always make the right choice. Right? It's never that easy. Mindig vannak nehéz döntések. What's the matter, Clement? Is there something you want to tell me? You can talk to me, Clint. There's almost nothing you could tell me that would surprise me. I can promise you that. I'm worried about your friend. I think that... Don't worry. Matthew will be back soon. And everything will be fine. But I think... Hey, kids. What are you two talking about? Yeah, hogy őket lőttük le. Oh, politics. The hell? Well, being from Florida, I would imagine you know all about politics, Kenny. Man, I know one advantage of living in the apocalypse is not getting that shit no more. I was just gonna check the windows round back before this storm hits. Give us a hand? Sure. Lehet lelőttük őket, ugye? Már nem... Ú, az a hídon őket lőttük le valószínűleg. What the fuck? Miss? Nos, először is szeretném megvizsgálni a testét, hogy nincs-e önönharapás. Pidig ezt a dolgát nyomatnám. Of course. Why don't you come in, Miss... Bonnie. Walt, I don't know. You just gonna let her in like that? Bonnie, ó, ez benne volt a 40-400 napban, nem? Csak majd nem tudom a sztoriét. Right, Clem? Walt. How much damage can this poor woman do? Check her for weapons. Yeah. Kicsa ilyet mondsz, kurva. Thank you. Really, but that storm will be on us soon, and I gotta get back to my family. I'll bring something up to you. Nem tudom már. You don't have to do that. No, no, it's fine. What about your people? We've got plenty. You stay put, I'll be right back. Ezt nem kellett volna elmondani. Azt kellett volna adni, hogy tudunk szorítani, vagy valamint. Fontos a kommunikáció, hogy milyen szavakat használunk, és itt rosszul használta a szót. Little girl like you. Hát akkor nem tudom ki ezt, nem Bonnie, vissza kell, meg fogom nézni saját videómat, ti is nézzétek meg, ha elfelejtétek is reklám. Semmi között hozzá. Én nem tudom, legyek 11. I would have thought older than that. Gyorsan érő típus vagyok. Jó beszélgetés volt. Basz meg, egy egész dobozt ad nekik. Here you are, miss. This is too much. Don't mention it. I don't know how to thank you. Just help someone else. Komolyan ennyi kajájuk van. Thank you so much. I'll be going now. You stay safe. Ebben még van lesz. De hogy van ennyi kajájuk? Ezt nem vágom. Clem, valami raktárat inside and get to bed. Walt and I gotta talk for a second. Ja, ezt jó, igen. De szerintem most tőlem kapja meg, hogy izé. Vagyis hát azt fogja mondani, amit én mondtam, hogy nem biztos, hogy el kellett volna árulni, hogy ilyen kurva sok kajájuk van. Don't freak out. Ne. Listen, okay, I gotta tell you something. That guy on the bridge was Walter's friend. See, I knew something was off, so I asked Sarita about their friend. Now they're all worried he's not back yet. I know he was, for sure. Damn it. Damn it, Nick. I don't think Walter knows yet, so we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he'd do if he found out.
We should tell him. He's gonna ask who did it, and you're gonna tell him. It's the right thing to do. It's right to get me killed because that's what's gonna happen. Now, do you, grab that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two together. It's with the other weapons. Okay, well, go get rid of it. I'll find Walter and run it for you. Oh, and, keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? Oh, there's nothing, man. I just wanted to check and see if you're okay. You coming to tuck me in? yeah, something like that. Nem magam semmit inkább. Nah, if there's something going on, I want to know. Egy kislány ilyenkor hallgasson. No, just go back to bed, Nick. I'm serious. You guys can talk to me. Nem bírom. Élőben se bírnám ezt így visszafogni magam. Ez ilyen tök izé lenne. Oh, Jesus. Oh, God. God damn, hey, Nick, shut the fuck up. I can't, man. I can't. Do not fucking blow it. Blow it? It's over. I have to tell him, Luke. What? No, you can't. Nick, you cannot do that. Are you fucking nuts? I gotta. I can't live with that on me. Okay, I hear you, but I mean, fuck, man. Do you know what he's gonna do? You should tell him. Yeah. Nick, I'm warning you. This is fucking suicide. I'll live with it. Jesus Christ. Jesus, I can't handle this. Look, Clem, just go do that thing, alright? Muszáj volt bekavarjak, mert én nem szeretem az ilyen dolgokat. Úgyis csak baj lenne ebből. Mondjuk így is baj lesz, tehát a baj már megtörtént. Sosem ilyen egyszerű ebben a játékban. Eltűnt a kislány. Hűha, na ez a nem mindegy. Na ma, jaj, Istenem. És pont az én táskámban van, bazd meg. Saga!